A Tájai Zempléni Árpád Általános Iskola tornatermében magyar népdalok csodálatos dallamai szűrődtek ki az utcára, hiszen 11 csoport tagjai várták izgalommal azt, hogy arany, ezüst vagy bronz minősítést szerezhessenek. Az egész napos zenei program résztvevőjét Mecenz Zsuf Istvánné, a Tájai Ne Felejts Népdalkör vezetője üdvözölte, majd örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számú népdalkör ellátogatott erre az országos minősítésre. Rencsiné Ág Márta, Tája alpolgármestere többek között arról szólt, hogy örömmel tölti el, hogy ez alkalommal a településük adhat otthont ennek a rangos megmérettetésnek. Az ilyen és ehhez hasonló rendezvények segítségével a népdalok, a magyarok hagyományai, kultúrája, a csodás citera muzsika a kórusok által az utókor számára is fennmaradnak. Táján nagyon sok éve működnek népdalkörök, kettő is, a Kővirág is, és egy későbbi formáció a Ne Felejts, akik most évről évre szervezik ezeket a népzenei találkozókat. Nem szabad hagyni elsorvadni ezeket a virágszálakat igazából, és mindig büszke vagyok, amikor ilyen rendezvényekre kerül a sor, és évről évre elég erős, egyre több, most is 11 népdalkör, népzenei csoportosulás érkezett hozzánk. Ez most elsősorban nem igazán népszerűsítés, mint minősítés, hiszen szakmailag, hallgatói oldalról is nagyon fontos az, hogy hogyan hangzik egy-egy népdalcsokor, élvezet vagy feszítő, alkalmi-e a csoportosulás, vagy egy mélyebb zenei tudásról ad számot. Nem mindegy ez a hallgatóságnak sem, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, és rendkívül megtisztelő Tája számára, hogy otthon tarthat ennek a kimondottan szakmai minősítésnek most. Nagyon sok a fiatal, én éppen arra figyeltem fel, hogy arányában nagyon sokat javult már most. Én 13 éve kísérem figyelemmel közelebbről ezeket az eseményeket, és éppen megnyugvásomra nagyon sokat fiatalodott. Jó, az átlag életkor lehet, hogy ez a derekunk a 40 évnyi közép korosztály talán, de ha ők megállapodnak és egy biztos tudásra adnak számot, akkor egy-két fiatal mindig van és elegendő ahhoz, hogy ezt ne szakadjon meg. Én most megnyugvással vagyok itt, és érzékelem azt, hogy itt nincsen szószakadásról, sőt, úgy érzem, hogy egyre kedveltebb, egyre, és a minőség nagyon sokat javult. A fellépő csoportokat komoly szakmai zsűri, Alföldi Boros István, népzenekutató, Hajdú Ágota és Vadas László zenetanár értékelte. Az üdvözlő gondolatok után a népdalkörök egymást váltották a színpadon, elsőként a házigazdák mutatták be az alkalomra készített műsorukat, amely láthatóan elnyerte a bírálók és a közönség tetszését is. A minősítési rendszer szakmai értékeléssel és minősítési fokozatok adományozásával segíti a népzenét művelők és támogatók értékorientálását, és serkenti a minőségi művészeti tevékenységet és a hagyományápolást.